Van egy hely, ahol mehetek ki, mert nem leszek mindig a föld közepén. Isten úgy vár, hogy vele legyek, hol angyalok zengnek a felhők felett. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dolgok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, mert velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely. Sokan mondják, hogy ez csak mese, hogy az ember a földről a mennyben menne. Ilyenkor szemeim csak fölnéznek, ezt Jézus ígérte, és neki hiszek. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez van az a hely. Az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál, így fenn a menny már. Rám vár, hol az arany utcákon táncolok, örömmel kiáltozok. Én így dalolok. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, de velem van az én Istenem. Ez az a hely, ahol otthon vagyok, ahol én táncolok, tapsolok. Ez az a hely, ahol jó nekem, velem van az én Istenem. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely, a mennyei hely. De van az a hely.
ellenem ér, az ellenem készült fegyver mind elvész, és újongok majd, és hirdetem én, hogy győzelem áll, mert Krisztus bennem ér. Dicsérem én, és dicsérem én, az ellenem készült fegyver mind elvész, és újongok majd, és hirdetem én, hogy győzelem áll, mert Krisztus bennem ér.
levarolok lábadhoz.
Köszöntelek benneteket nagyon nagy szeretettel. Jó látni titeket, és jó együtt lenni veletek, és hát hála az Úrnak, hogy tényleg ma is van egy nagyon jó alkalmunk. Annyira jó volt a dicséret, nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg. Olyan jó az a tér, amikor így az Isten dicséretének adunk helyet, és úgy benne vagy ebbe a térbe, és úgy ki tudod nyitni a szíved, és ilyenkor olyan különös módon tud az Úr hozzád szólni. Úgyhogy köszönjük a dicsőítőknek, nagy áldás volt ez mindannyiunk számára. Csatlakoznék itt a büszke nagypapához. Igaz, hogy nekem most nem született újabb unokám, már látom, hogy nem született unokám, de múlt héten a második fontos hölgyet kísértem az oltár elé az életembe. Az első a feleségem volt, a másik az idősebb lányom, akit múlt héten az oltár elé kísérhettem, és bízom benne, hogy tényleg egy áldott időszakot kezdenek el a férjével. Tegnap is egy nagyszerű esküvőn vagy menyegzőn voltunk, Bojki Blanka és a Maximiliánnak az esküvője volt. Úgyhogy nagyon jó, nem tudom, mennyire ismeritek a Bojki családot. Hát a zenei paletta az minden téren rendkívül magas szinten jelen volt a tegnap estébe, úgyhogy nagyszerű volt. De azért az unokákra visszatérve, hogy itt Attila ugye büszkélkedett az unokájával, és hát minden nagyapa. Én amikor még nem volt unokám, ezen gondolkodtam, hogy néztem ezeket a nagypapákat, ahogy itt mutogatják egymásnak a fotókat az unokáról, meg beszélgetnek, hogy az én unokám, meg az én unokám, és akkor én elhatároztam, hogy én nem leszek ilyen elfogult, ha nekem unokáim lesznek. És ez születtek az unokáim, most már 4 unokám van, és én elmondhatom, hogy ez sikerült. Tehát én egyáltalán nem vagyok elfogult az unokáimmal. Az, hogy ők a legszebbek, arról viszont én nem tehetek. És hát csak ezért mutogatok képeket. Ja, de jó is ez, és hálásak vagyunk Istennek. Annyira jó, hogy tényleg így szinte minden héten van egy esküvő, szinte minden héten van egy gyermekbemutatás, és hogy ilyen módon is így növekszik és szaporodik a gyülekezet. És hát itt van a lehetőség, a hely, most már, illetve hát helyünk az még fizikálisan nincs, de a szellemi tér az ott van, hogy tényleg ezen a területen is növekedjünk. Szeptember vége, október elején elkezdjük az ifi házas csoportot is, már dolgozunk rajta. Látjuk, hogy nagyon nagy szükség van rá, hogy segítsük így a fiatalokat, mert ez egy fontos dolog. Ugye eszembe jutott, hogy ugye, hogy együtt vagyunk, és olyan valahogy az Isten így találta ki ezt a gyülekezetet, hogy ez a közösségről szól. És olyan fontos, nem, hogy találkozzunk. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Szerettek itt találkozni? Szeretitek? Várjátok azt, amikor együtt lehetünk? Néhány évvel ezelőtt a bátyám vett egy birkát. És felmentem hozzá, és mondja, hogy hát az a helyzet, az a tulajdonság ennek a birkának, hogy ha bemegy hozzá, vagy hogyha szabadon van, akkor mindig oda társul hozzá, és bármerre megy, kíséri. De szinte úgy, hogy teljesen hozzá kell, hogy érjen a lábához, és így kísérgeti. És mondta, hogy ne lepődj meg, hogyha esetleg én nem vagyok ott, akkor neked is majd oda fog állni, de egyébként, még hogyha egy csirke van ott a közelben, még az mellé is oda szegődik, mert neki fontos, hogy valaki legyen mellette. Nekem meg a Varga Zoli tesó még annak idején pár évvel ezelőtt meglepett egy kecskével. És hozott egy kis kecskét. Nekem meg volt egy kecském. Na most nekem volt abban egy kis tapasztalatom, hogy megismerjem a kecske természetet. Hát az valami teljesen más volt. Ez több, tényleg érdekes volt az egész időszak, amit így együtt töltöttünk ezzel a kecskével, mármint, hogy az udvarba én meg ugye benne, hogy
hogy az rendszeresen elszökött, és rohangáltam utána, nem tudtam elkapni, átment a szomszédba, ott hajkuráztam a szomszéd kertjébe, a szomszéd ott nevetett rajtam az ablakból, nézte, hogy ott hajkurászom. Ha meglátott, lehajtotta a fejét, rögtön fel akart tökrálni. Mondtam neki, hogy majd elviszem, úgyis megyünk el, idehozom hozzád. Hát ahogy aztán összekerültek, rögtön a két állat egymásnak esett, és elkezdték tökrálni egymást, de hát ez a birka sokkal nagyobb volt, ez akkorát tökrált rajta, hogy vagy hármat gurultak ecske, onnan tudta, hogy hol a helye. Na, lényeg az, hogy valahogy megismertem ebből is, hogy van ez a kecske természet, meg van a juh természet. És valahogy az egész Bibliában ez a vad és ez a nemes, a közönséges és a nemes, a jó és a rossz, ez úgy jelen van. Egy kicsit erről szeretnék beszélni. Az igehirdetés címe az, ahogy látjátok, a nemesítés mester terve. És amit én látok, és hogy olvasom az igét, értem, egyre jobban megértem azt, hogy az Istennek van egy elképzelése, egy gondolata arról, hogy azt a nemes vérvonalat, ami bennünk van, azt a nemességet, hogy egyáltalán, hogy megértsük azt, hogy minket Isten arra hívott, hogy ebbe a nemességbe bekerüljünk. Ugye, ha nemességre gondolunk, akkor valahogy a történelemben látjuk azt, hogy volt egy olyan időszak, amikor voltak a nemesek, meg az őt kiszolgáló, hát egy kiszolgáló osztály, és talán innen van, de a Biblia is használja ezt a kifejezést. És egy igét szeretnék olvasni, és ebből aztán elindulni, hogyha kivetítitek az igét, így hangzik ez az ige, olvasom, talán innen jobban látom. De a nemes lelkű nemesen gondolkozik, és kitart a nemes dolgok mellett. Egyébként sok helyen használja ezt a szót az ige, hogy a nemes, vagy a nemes magát ezt a kifejezést. Azt mondja itt ez az ige, hogy a nemes lelkű. Tehát van, azt mondja az ige, hogy vannak olyan emberek, akiknek a lelke nemes. Azt mondja, hogy nemesen gondolkodik. Tehát vannak gondolatok, ami körül foroghat a gondolatunk, ami nemes. Most valószínű, hogyha van nemes, akkor van valami közönséges is. Tehát a kettő szétválik. Tehát azt mondja, hogy vannak ilyen nemes gondolatok, a nemes lelkű az nemes dolgokon gondolkodik, és kitart a nemes dolgok mellett. Tehát vannak olyan dolgok, olyan tevékenységek, olyan cselekedetek, amire az ige azt mondja, hogy ezek ilyen nemes dolgok. És azt mondja az ige, hogy ez attól függ, hogyha a te lelkedben ott van ez a nemesség, akkor nemes dolgokon gondolkozol, és a nemes dolgok mellett ki is tartasz. Ugye mondja az ige a Filippi levélbe, hogy mind gondolkodjatok, minden, ami jó, ami dicséretes, ami jóra való, minden, ami nemes, azt vegyétek figyelembe. Ugye láthatjuk azt, hogy azért ma a világ azért nagyon el van vadulva. És egyre jobban látjuk, és szinte akárkivel beszélek, látjuk azt, hogy a világban találkozunk azzal, amire aztán nem lehet azt mondani, hogy nemes. Egy olyan fertőzés van a világban, és egy olyan gonoszság sokszor, amivel nagyon nehezen tudunk így mi megbarátkozni, és látjuk, ahogy beszélgetek akár a gyerekeimmel, vagy akár azokkal, akik valamilyen munkahelyen dolgoznak, akkor ugye azt mondják, hogy a legnehezebb dolog a munkahelyen az nem a munkának az elvégzése, hanem annak a közegnek az elviselése sokszor, ami egy munkahelyen van. Mert a versengés, az egymásnak a letaposása sokszor, ez a legnehezebb egy munkahelyen, persze aztán vannak nagyon jó munkahelyek is, de hogy láthatjuk azt, hogy ez valahogy, akár a közbeszéd, és sok területen látjuk, hogy valahogy úgy egyre lejjebb megy. Az Istennek van egy gondolata, hogy én nem azt akarom, hogy ebbe az irányba menjetek, és ne ez legyen bennetek, hanem az Isten azt akarja, hogy ti ilyen nemes lelkűek legyetek. Legyen a lelketek nemes, és ezzel vegyétek magatokat körül. Ezt figyeljétek, ezt keressétek, és nemes dolgokkal foglalkozzatok. És ugye mondja az ige az egyik helyen, a János evangéliumában, olvassuk azt, hogy
Azt mondja az ige, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, hol is kezdődik ez a nemesség, és ezt szeretném így elolvasni. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik azt, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek, az lesz az én atyám dicsősége, hogy gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Itt beszél az ige arról, hogy mi az a vágy, ami az Isten szívébe van. Mi az, amit az emberbe keres az Isten. És azt mondja, hogy én azt akarom, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, de ennek van egy alapja. Azt mondja az ige, hogy én vagyok, Jézus mondja magáról, én vagyok az igazi szőlőtő. Én vagyok az igazi szőlőtő. És az én atyám a szőlős gazda. És az, ugye mi bele vagyunk oltva ebbe az igazi szőlőtőbe. Azt mondja az ige másik helyen, hogy te, aki levágattál a vadolajfáról, és beültettettél a szelíd olajfába. Tudjátok, az Isten még akkor, mikor nem voltál hívő, akkor már így nézte az olajfákat, és meg kiválasztotta a vadolajfáról. Kiválasztott, már ott látta, kereste, hogy hol van egy olyan vessző, amit én le akarok vágni arról az alanyról, arról a fáról, ami a vadból táplálkozik. Amíg nem vagy hívő, amíg nem ismered meg Krisztust, amíg nem vagy Krisztusban, az a helyzet, hogy addig mindaz, amiből táplálkozol, az a vadolajfa. Tehát addig ugye mindenki keres valamilyen identitást, valahova mindenki bele van plántálva, és az Isten a vadról le akar vágni, és a vadról levágott téged, és a megtérésünk ugye arról szólt, hogy beleültetett minket, és belemetszett minket a nemes tőkébe. És onnantól kezdve egy teljesen más élettel táplálkozunk, egy teljesen más életforrással táplálkozunk, és a megtérésünktől kezdve mi már elmondhatjuk magunkról azt, hogy mi már egy nemes szőlővessző vagyunk. Innen kezdődik a nemesítés. Egyszer láttam egy filmet, most nem olyan rég, ahogy egy szőlős gazda beszélt arról, hogy mennyi szőlőt nemesített. Ő már egy elég idős, már olyan 50 éve foglalkozik szőlő nemesítéssel, és sorba vitte a riportert, mutatta a különböző szőlőfajtákat, amiket nemesített, és annyira tetszett az, ahogy beszélt a szőlőről. És tényleg az a kép jött elém, ahogy ott van a szőlő vesszők, ott vannak a tőkék, és ott van a szőlős gazda, akinek ez a szenvedélye, szinte szenvedélyesen nézte, mutogatta, hogy nézd meg, ez ilyen szőlőterem, ez kisebb szemű, de finom, ez nagy szemű, de nagyon ellenálló, és sorban mutatta az 50 év alatt, azt mondja, 50 fajta szőlőt nemesített, és az egyik különlegesebb volt, mint a másik, és egy nagyon nagy büszkeséggel mutatta, és nem az volt benne a szőlős gazdának, hogy így a szőlő szapultó, hogy ez se terem, az se terem, hanem látszott az a szív, ahogy foglalkozik a szőlővel, ahogy gondozza a szőlőt, hogy szívügye, hogy elmondta, hogy melyikkel mennyit foglalkozott, hány évet kellett foglalkozni, hányszor nem sikerült, aztán újra kezdte, de aztán sikerült, és végül aztán milyen lett, és milyen szép, és milyen jó bőtermű lett ez a szőlő. És annyira tetszett, hogy a szőlős gazdának ez a szíve. És egyszerűen együtt működött, és együtt működik velünk. Ő, amikor téged kiválasztott, akkor egyszerűen csak ez a terv, hogy ott legyen veled. És nem követel, nem
bizonyos paragrafusokat akar, hogy betarts, hanem egyszer lát téged, és látja azt, hogy mi az, ami belőled válhat. Amikor téged beolt a nemes tőkébe, onnan még nincs vége a munkának. Onnan azt mondja az ige, ugye, hogy ami terem, ami látja, hogy jó, azt megtisztítja, és hogy még több szőlőt teremjen. Tehát a folyamat az még onnan kezdődik, amikor téged beoltottak. Amikor megtértünk, a folyamat még csak ott kezdődött el. Beleoltott a nemes tőkébe, és onnan kezdődik el a folyamat, hogy megtisztít és foglalkozik veled. És ez egy nagyon fontos és gondos munka, ahogy a szőlősgazda foglalkozik. És annyira tetszett, ahogy ez a lelkületet láttam, és ezt láttam, hogy valahogy az atya is így van, hogy néz téged, és szinte látja maga előtt, hogy mi az, amit belőled ki tud hozni, mi az, ami lehet. És az Isten, ugye a nemesség, az egy ilyen magasabb minőség, egy magas minőség, és az Isten ezt látja benned már, amikor téged levágott a vadolajfáról, és beoltott a nemes olajfába. Mit is jelent az, hogy nemes? Ugye a nemes az egy kifinomult, különleges, ritka, azért különleges, mert ezért különlegesen értékes és drága. Különlegesen finom, ugye, hogyha gyümölcsről beszélünk, nehéz megmunkálni, különleges gondozást igényel. A nemes tovább gondozzák, csiszolják, tisztítják, így azért még tovább nő az értéke. A közönséges az nagyon hasonlít a nemeshez, de a belső tulajdonsága teljesen más. Most én már sokat beszéltem a szőlőnkről. Nekünk otthon a szomszédban nőtt egy ilyen vad szőlőtőke. És erről a vad szőlőtőkéről elkezdett nőni ez a szőlővessző, elkezdett itt terjedni, és mostanra már teljesen fölment ilyen nagy, elég magas ilyen tuják, meg fenyőfák vannak ott, és ennek a tetejére fölment, és teljesen képes behálózni ez a vadszőlő az összes fára, végtelen, tehát semmi akadály nincs előtte, mindenre rámegy, és ezeket a fákat képes akár megölni is. És hát lehet, hogy az Isten azért engedte meg, hogy az oda nőjön, hogy lássa, hogy mennyi munka van azzal, mikor egy ilyen vadszőlőt nincs gondozva, nincs kezelve. Most ennek a szőlőnek a levele, és ez a szőlő teljesen úgy néz ki, mint a nemes szőlő, ami a dombovári szőlőnkben van. Ez teljesen úgy néz ki, a különbség az, hogy ezen is vannak egyébként ilyen kicsi fürtök, de ilyen teljesen ehetetlen, tehát tényleg ilyen pár milliméternyi kis gyümölcsök vannak rajta, de gyakorlatilag gyümölcstelen. Tehát nagyon sokszor a vad vagy a közönséges az nagyon hasonlít a nemeshez. A különbség az, hogy az egyik terem gyümölcsöt, a másik nem terem gyümölcsöt. És ugye sokszor ezt látjuk, hogy a vallásos ember az teljesen úgy tud kinézni. Az emberek sokszor ugyanúgy néznek ki kívülről. Dolgokat csinálhatunk úgy, mintha mi is ugyanazt tennénk, de valahogy az a kérdés, hogy benned, hogy rajta vagy-e a szőlőtőkén valójában, és táplálkozol-e rendszeresen, táplálkozol-e abból a tőkéből, abból az életerőből, amiből a nemes szőlővessző táplálkozik. És ez nagyon fontos, mert azt mondja az ige, hogy nélkülem nem teremhettek gyümölcsöt. És fontos nekünk az, hogy mi benne legyünk a szőlőtőkébe, és folyamatosan táplálkozunk az Istennek az igéjével, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk az imádkozásban az Istennel. Folyamatos kapcsolatunk legyen az Istennel, mert csak ebből tud kijönni az az élet, amiből aztán gyümölcstermő életet tudunk élni. És egyszerűen Krisztusban ott van minden áldás, minden jó dolog, ami téged egy magasabb és magasabb és magasabb szintre tud vinni. Mert az Istennek ez az akarata, hogy mikor megtértél, ne állj meg azon a szinten, hanem legyél ez a nemesítési folyamat, ez menjen tovább és folytatódjon tovább. És az Isten
foglalkozik vele. De ez a nemesedés, ez a minőségi változás, az, hogy az emberi szinten egy magasabb minőségre juss, ahhoz mindenképpen fontos az, hogy az Istennek a beszéde benned legyen, hogy az Istennek az igéje benned legyen. Nem tudom, hogy láttátok ezt a filmet, az a címe, hogy a neveletlen hercegnő, vagy talán igen, van egy ilyen neveletlen hercegnő. Ugye ez arról szól ez a film, hogy van egy királyi család, és hát keresik az örököst, és kiderül, hogy valahol egész máshol egy teljesen nem is tudja magáról, de valahol máshol van egy lány, akiről kiderül, hogy ő a vér szerinti trónörökös. És hát oda hozzák a királyi családba, aki aztán egy teljesen közönséges helyen nevelkedett, és amikor bekerül a királyi családba, hát látja, hogy ennek itt semminek nem tud megfelelni. Tehát nem ismeri a szokásokat, nem ismeri, hogy kell, nem tud rendesen, mint a királyhoz méltó módon menni, enni. Egyszerűen teljesen nem is bírja, nem is tud ezzel mit kezdeni, de ahogy odahozzák, ez a királynő meglátja benne a trónörökös, meglátja benne a királynőt. És foglalkozik vele, és napi szinten fejlesztik, minden területen foglalkoznak vele, hogy elérje azt a szintet, és elérje azt, hogy valamikor majd ő lehessen a királynő. És látja, és hisz benne, és ezzel foglalkozik. Valahogy az Isten is így van. Meglátott téged, lehet, hogy még a vadolajfán voltál, de azt mondja, hogy na ez a vesző az, amiben én látok valamit, látok egy jövőt, és elkezdek vele foglalkozni, hogy egy magasabb minőség legyen benne, egy magasabb minőségre tudjon jutni. És ugye ez az, ami egy kicsit, hogy mondjam, ezt az egész képet elrontja, mert hogy onnantól kezdve az Isten, amikor elkezd velünk foglalkozni, hát az néha fájdalmas. Tehát az nem egyszerű. Tehát amikor az Isten egy magasabb, tehát amikor, ahogy mondja, azt hiszem, a Hóseás könyvében van az az ige, a Malakiás könyvében, azt mondja, hogy de ki tudja majd elviselni eljövetelén a napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvös tüze, és mint a ruhatisztító lúgja. Ahogy nekül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Ugye eddig főleg ilyen növényekről beszéltem, de ugye ha a nemességről beszélünk, és vannak ugye nemes fémek, ugye az arany, az ezüst, nem tudom, hogy hallottatok-e a nemes acélról, ugye a nemes acél, szokták mondani a svéd acél, tehát ezek között is van nemes. Tehát amikor ugye az aranyat kibányásszák, vagy a gyöngyhalász talál egy gyöngyöt. Épp tegnap erről beszéltem az esküvőn, hogy azt mondja a példabeszédek 31, hogy jó feleséget kicsoda találhat, az értéke sokkal nagyobb, mint az igaz gyöngynek. Tehát egy jó feleség az egy nagyon nagy érték, de ugye tudjuk azt, amikor összeházasodunk, ott is még azért sok munka van, hogy dolgozunk egymáson, és ugye azért érezzük, hogy azért, amikor még összeházasodunk, azért még mi is olyan nyers állapotban vagyunk, de az arany is, és akár a gyémánt is, amikor megtalálják, hogy nyers állapotában van, de az ékszerész akar vele foglalkozni, hogy még értékesebb legyen, még fényesebb legyen, még tisztább legyen. És ugye amikor ezzel elkezd foglalkozni, hát ez néha fájdalmas. Akik a fémiparban dolgoznak, azoknak az első munkájuk, hogy kalapácsot reszelnek, vagy nem tudom, ilyen kést csinálnak, vagy vésőt gyártanak. Ugye, és az azzal kezdődik, hogy ugye megkapják a tervrajzát, hogy néz ki mondjuk egy véső, vagy egy ilyen kés penge, és azt reszelik egy nagy vastömbből, és addig reszelik, míg a formája olyan nem lesz. És ugye kapnak egy nagyon szép véső formát, és lesz egy nagyon szép vésőjük. És ugye az a helyzet, hogy az, amikor így fizikailag kialakul, mi is, amikor nagyon sok mindent tanulhatunk teológián, nagyon sok mindent tanulhatunk, nagyon
tisztában lehetünk a teológiai dolgokkal, és már tényleg teljesen úgy nézünk mint egy hívő, mint egy igazi keresztény, de valami még hiányzik ahhoz, hogy ez a nemes acél valóban nemes acél legyen. Mi hiányzik hozzá? A véső mitől lesz igazából véső? Az edzéstől, hogy megedzik. Most az a helyzet, az edzés az úgy néz ki, hogy a kovács beteszi a tűzbe, aztán kiveszi, beteszi a vízbe. De most én nem tudom, hogy a vas ilyenkor hogy érzi magát, hogy tűzbe, meg vízbe, aztán megint tűzbe, aztán megint vízbe. De nem tudom, hogy érezted-e már magad úgy, mikor úgy az Isten úgy tűzbe tesz, aztán vízbe, aztán megint tűzbe, megint vízbe. Ez nem egy kellemes dolog, amikor az Isten így elkezd foglalkozni velünk. És azt mondja, hogy én most valami olyat csinálok, ami kívülről nem látszik, amit hát lehet, hogy te se látsz, de történik valami. Ez a kémiai változás, ami a vason belül történik. Na most akkor lesz igazából nemes az a cél, amikor ezen átmegy. Az arany is akkor lesz értékesebb, ha ezen átmegy. A szőlőtő is akkor lesz értékesebb, ha azt mondja, hogy megtisztítja, megmetszi, foglalkozik vele, permetezi. Sokszor olyan dolgot csinál, amelyhez nincs kedve. És az a helyzet, hogy nem kerülhető ki, hogyha magasabb minőségi, emberi minőségre szeretnél jutni. Ha szeretnéd megérteni, hogy az Isten nem azért akarja, hogy te egy ilyen magasabb minőségbe kerülj, mert az Istennek ez, nyilván az Istennek is fontos, hanem ez az ő szeretete irántad, hogy te jobb legyél. És nagyon fontos, hogy azt az identitást akarja, hogy megértsd, hogy mit jelent az, hogy te nemes vagy. Hogy azt tud magadról, hogy te nem közönséges vagy, hanem nemes vagy. Amikor Izraelt kiválasztotta, akkor nagyon sokszor akarta megértetni, hogy értsd meg, hogy te nem vagy közönséges. Te már nem a pogányok közé tartozol, hanem egy kiválasztott vagy. Ezért adott az Isten nekik törvényt, te különleges vagy, te más vagy, mint a többi ember. Te más nép vagy, mint a többi nép. Mert te kiválasztott vagy, és te az Isten úgy tekintett rá, hogy Ószövetségben van egy olyan ige, amikor elmondja, hogy sajtót vágatott, körülkerítette, és egy nemes vesszőt ültetett bele. És elkezdett vele foglalkozni, hogy egyre jobb és magasabb minőségű legyen. Hogy értsd meg, hogy ez fontos neked. Azt akarom, hogy emberként értsd meg, hogy az Isten egy magasabb szintre akar emelni. Azzal, hogy megtisztít téged, és megtanít, hogy kell jó gyümölcsöt hozni. Az a helyzet, hogy a világ teli van olyan gyümölccsel, ami rossz. Amikor Isten megteremtette az embert, és az ember bűnbe esett, akkor nem csak az ember kezdett el vétkezni utána, hanem azt mondja, hogy a föld is bogáncskórót hozott azután. Értéktelen vadat hozott. És ezzel kellett állandóan küzdeni. Nekünk is ezzel kell magunkba küzdeni, és az Isten ebben segít, hogy ne ilyen értéktelen bogáncs kórókat teremjünk, mint amit a világba tettünk, hanem értsd meg, hogy az Isten azt akar, hogy te gyümölcstermő legyél, és értsd meg, hogy ez a te identitásod. Nem az Isten akarja ezt rád erőltetni, hanem te értsd meg, hogy azt mondja az ige az egyik helyen, hogy királyi nemzet, szent papság vagytok. Tehát értsd meg, hogy amikor belekerültünk ebbe a nemes tőkébe, attól kezdve benned királyi vér csörgedezik. Tehát te király vagy, királynő vagy. Fontos, hogy ezt megértsd, hogy magadat így lásd, és így definiáld. Ugye a világban mindenki szeretné magát valahova definiálni, hogy én ki vagyok. Valakinek az identitását a pénz adja meg. A tőke adja meg, nem a Krisztus, mint tőke, hanem a pénz tőke adja meg. Tehát van, akinek a pénz adja az identitást. Én gazdag vagyok, sok pénzem van, én a társadalomban egy ilyen helyet foglalok el, nekem ez adja a biztonságot. Van, akinek a politikai vagy a hatalmi helyzete, hogy ő egy olyan helyzetben van, vagy én nagyon sokat tanultam, nekem van már sok diplomám, bármikor megélek, én bárkivel találkozok, elmondhatom, hogy én ez vagyok, én ezt tanultam, és kicsit hajlamosak vagyunk mi is magunkat úgy definiálni, ahogy a világ akar minket definiálni, hogy te mit tanultál, milyen képzettséged van, vagy sportoló vagy, jól nézel ki, van, aki nagyon jól néz ki, és hát ezzel a szépségével bármit el tud érni.
Tehát valahogy az ember akarja azt az identitást, hogy én valaki vagyok, és az adja nekem a biztonságot. De az Isten azt mondja, hogy figyelj, tehát az Isten le akar erről vágni, a szívedet le akarja vágni erről, mert nem baj, ha pénzed van, nem baj, ha szép vagy, nem baj, ha sokat tanultál, csak a szíved ne oda gyökerezzen abba bele. Hanem onnan le akarja vágni, és átülteti a szívedet egy nemesre. És azt mondja, hogy ettől kezdve értsd meg, hogy a te identitásod az, hogy te nemes ember vagy az Isten fogalmai szerint. Te egy király vagy, egy király gyermek. A királyság az Ószövetségben az a legmagasabb nemesi szint volt. És aztán ugye, az Isten így mindig gyönyörködik az ilyen emberekbe, és a királyokat is úgy választott, ugye Saul is, mikor kiválasztották, hát Saul egy hatalmas termetű volt, azt mondja az ige, hogy egy fejjel kiemelkedett mindenki, mikor a tömegben volt, egy fejjel kiemelkedett. Tehát egy szép termetű ember volt Saul. Egy szép ember volt. De hogy kiválasztott, és ugye tudjuk a királysága, hogy ért véget, és aztán jött a következő király, Dávid. Dávidnál is ugye előhívták a Isai fiait, végig felsorakoztak, és akkor végül ott volt Dávid, azt mondja, hogy egy nagyon szép, de ő már nem azok a hogy végig az ő testvérei, az Eliáb, meg a bátyai mind nagyon szép. Ő egy kis termetű fiú volt, hát mondja, hogy szép piros posgás volt, de azt mondja, hogy ő a szívem szerint való. Én őt választottam. És ugye, amikor valami igazából olyan nemes dologra hivatkozunk, vagy valami jó emberi minőséget akarunk bemutatni, akkor mindig valahogy Dávidnál kötünk ki. Mert Dávidnak a szíve olyan volt, amire az ige is sokat hivatkozik, hogy na azt szeretném, ha olyan lennétek. Oda egy ilyen viszonyítási pont volt Dávid, hogy ő is az Úr útján jár, de nem úgy, mint Dávid, aki teljes szívvel. Mert hogy az ő szíve egy olyan volt, amiben az Isten gyönyörködött. És érdekes, hogy Dávidnak a királyság, Dávid nem úgy foglalta el a trónt, mint Saul, hogy rögtön király lett, hanem ugye azt látjuk, hogy hosszú ideig Dávid még bújdosni kellett Saultól. Mert az Isten beleengedte, azt mondta, hogy na őt megtisztítom. Na őt beleengedte ebbe a tisztító tűzbe. Hol tűzbe volt, hol a vízbe. Hol tűzbe, hol a vízbe. És ezen így csodálkozunk, hogy hát de az Isten miért engedte ezt meg Dávidnak? Miért engedte ezt, hogy Saul üldözze őt? Azért, mert az Istennek az volt a terve, hogy Dávidot még jobban megtisztítom. És úgy érte el azt, hogy Dávid egy olyan szintű, egy olyan ember lett, akinek a szíve teljes mértékben tiszta volt az Isten felé. Egy olyan igazi példa lett előttünk, egy igazi gyümölcstermő ember, egy igazi gyümölcstermő király lett. És ez fontos, hogy így megértsük azt, hogy a te identitásod az, hogy én egy nemes ember vagyok. És a Példabeszédek könyvében a 31. részben, amikor a Lemuel király beszél, ugye ott mondja a derékasszony dicséretét, de előtte mondja, hogy Lemuel arról beszél, amire az ő édesanyja tanított. És azt mondja az édesanyja, hogy ide figyelj, fiam, értsd meg, te király vagy, és értsd meg, hogy a királyhoz nem illik a borivás. Tehát nem azt mondja, hogy figyelj, a királynak ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni, ezt, meg ezt nem lehet csinálni. Azt mondja, hogy értsd meg, hogy te királyként vannak dolgok, amik illik hozzád, és van, ami nem illik hozzád. Annyira tetszik ez, hogy az Isten is így gondolkodik, és lehetne erről beszélni a Biblia illemtana, mert vannak olyan dolgok, amit nem azt mondja a Biblia, ezt így vagy úgy kell csinálni. Mikor Jézus bemerítkezik, akkor nem azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, hanem azt mondja, hogy így illik nékünk. És annyira tetszik ez, amikor azt mondja, hogy egyszerűen te értsd meg, hogy te, mint királyfi, te, mint nemes ember, értsd meg, hogy van, ami hozzád illik, és van, ami nem illik hozzád. Nem azért, mert én akarom rád erőltetni, hanem te értsd meg. Tehát benned legyen az az igény, hogy ez nem illik hozzám. Nem illik hozzám, hogy hazudjak. Nem illik hozzám az, hogy én mások mögött beszéljek. Mert egy nemes emberhez ez nem illik. Nem illik hozzám az, hogy én bántsak másokat, hogy akár a szívembe is rosszat gondoljak. És
minden egyes bibliai parancsot, akár az Új Szövetségbe, ha végigolvasom, nem illik hozzám, hogy én paráználkodjak. Nem illik hozzám bármit, hogyha végigveszünk. Egyszer próbáld beilleszteni a helyre, hogy ezt kell csinálni, vagy nem szabad, hanem értsd meg, hogy ez nem illik az Isten gyermekéhez. És egész más szint kap. Hogy értsd meg azt, hogy én, az én igény szintem, az én igényem saját magammal nőjön arra a szintre, hogy én nem akarom ezt csinálni. Én tiltakozom magam ellen, hogy én ezt nem akarom. Ez a nemesség, amikor te érzed magadba azt, hogy ezt én nem akarom csinálni, hanem én gyümölcsöt akarok teremni. Mert hozzám az illik, hogy a jó dolgokat teszem. És az Isten ebbe akar segíteni. És hát, ahogy már ezt el is kezdtem, ugye ez a tisztogatás és ez a megtisztítás, na hát azért, azért ennek vannak nehéz részei. És az a helyzet, hogy ezt nem szeretjük, amikor az Isten minket tűz meg vízbe tesz. De az Isten ezen keresztül akar, és ezen keresztül tud minket tanítani. Ugye itt azt mondja, hogy olyan, mint a ruhatisztítónak a lúgja, olyan, mint az aranynak a tűz, ahogy tisztít minket. És tudjátok, ahogy az életemet így végignézem, azt látom, hogy ezek a kémiai változások, amikről beszéltem, ezek mindig ezekben a nehéz helyzetekben jöttek az életembe. Az Isten elhozza az életedbe, hogy egyszer férhez és megnősülsz, és azt mondod, fú, de jó, de szuper, és tényleg nagyon jó. Aztán találkozol azzal a ponttal, amikor érzed, hogy na most az Isten engem tisztítani akar. A házasság egyébként egy nagyon jó lehetőség arra, hogy magasabb szintre kerülj. Amikor nem csak magadra gondolsz, nem csak befele, tudjátok, az egyszerű és a közönséges ember csak magára gondol. A nemes ember az mindig másra is gondol. Az látja a környezetét, az látja azt a közösséget, ahol van, és azt nézi, hogy én mibe tudok segíteni. És ugye ebben az ember nagyon sokat tud változni, amikor férhez megy, vagy megnősül. Emlékszem, amikor én még fiatal keresztény voltam a 90-es évek végén, azért azt kell tudni rólam, hogy én rendkívül kritikus ember voltam. Nagyon-nagyon tudtam, és nagyon könnyen kritizáltam a gyülekezetbe a pásztort. És emlékszem egy helyzetre, amikor hát folyamatosan kritizáltam az akkori gyülekezet pásztorát, akkor is presbiter voltam, de presbiterként én tényleg sokat bántottam a pásztoromat. És egyszer följött hozzám, hogy beszélgettünk, és akkor is így belementem valamibe, és egyszerűen nagyon, hát elég keményen így letámadtam, és belementem egy ilyen kritizálásba. És akkor a pásztorom azt mondta, hogy jó, István, akkor te a mai naptól föl vagy függesztve egy évre. És egyszerűen az olyan volt, mint amikor Dávid ott ült és citerázott, és akkor Saul így a dárdát felé vágta, vagy csak mintha eltalált volna. És egyszerűen ezt nem értettem, hogy most hogy. És ennek rendjén módja szerint másnap elmondta a presbitériumba, kérdette a gyülekezetbe, hogy fel vagyok függesztve egy évre. Tehát gondold el azt, feleségem szolgál a gyülekezetbe, én meg ott a szamárpadon ülök. Hát jó, nem volt ilyen. De hát azért nekem ez egy nagyon megalázó volt. Ugye előtt az első sorba ültem, aztán beültem valahol a középre. És nagyon mély lázadás volt bennem, hogy én ez egy mérhetetlen szégyen, így megszégyeníteni. És hát ilyenkor mi van? Amit én látok, ilyenkor az ilyen fenyítésben részesültek 90%-a elhagyja a gyülekezetet. De még lehet, hogy több. De tehát a fenyítésnek a bírás, hogy hogy bírod a fenyítést, az nagyon minősít téged. Az, hogy mennyire vagy fenyíthető. Ugye a Biblia beszél a fenyítésről. És azt mondja, hogy a fenyítés az nem egy rossz dolog. A fenyítés egyébként nagyon érdekes, a gyereknevelésben látom ezt, hogy most nagyon terjed ez a szemléletmód, hogy a gyereket nem szabad fenyíteni. A gyereket engedni kell, hogy úgy a maga természete szerint nőjön, és engedni kell, ahogy... És egyszerűen nem értem. Tehát ez egy ilyen pszichológiai vonulat most, és ezt sokszor hívők is teljesen bekapják, nem szabad a gyereket semmilyen kényszerítő eszközzel
az ő akaratát vagy a személyiségét befolyásolni. És egyszerűen nem értem, mert ez teljesen ellentétes a Bibliával. Azt mondja a Biblia az Új Szövetségben, a római levélben, hogy az Isten megfeddi mint az ő gyermekét, mint apa az ő gyermekét, akit szeret. Vagy mondja az ige, hogy akit az Isten szeret, azt megfenyíti. Tehát, és most nem a testi fenyítésről beszélek, hanem arról, hogy egyszerűen meglátom benne a rosszat, és elkezdem lemetszedni valamilyen módon, és nem engedem, hogy úgy, mint a vad szőlő úgy elburjánozzon. De ez sajnos, hogy a gyereknevelésben erről én azt gondolom, hogy lehet, hogy többet kellene beszélni, de a fenyítés, a gyermekeknek a tanítása ezen az úton, ez egy nagyon fontos kérdés. És az a helyzet, hogy mivel hogy a gyerekek már nincsenek fenyítve, nem tanulják meg az életbe se, hogyha őket fenyítik, arra hogy reagáljanak. És nem tudnak tekintélyt tisztelni, nem tudnak tekintélyt elfogadni, egyre inkább látszik, hogy már az iskolában nem bírnak, aztán később is, már a társadalomba való beilleszkedésbe semmilyen tekintélyt egyre kevésbé fogadnak el. Egyszerűen azért, mert saját magunk kiírjuk a fenyítést az eszköztárunkból. De az Isten ezt nem írta ki. Na most az a helyzet, hogy ebben a helyzetben, amikor ott voltam egy évig, és ebben a nagyon megszégyenített helyzetben voltam, akkor nem tudtam, hogy most mit csináljak. Az elején tényleg ott volt bennem ez, hogy akkor most elmenjek, ott hagyjam a gyülekezetet, de én akkor hoztam egy döntést, hogy bármennyire is nem értek egyet a pásztor döntésével, én ezt az egy évet végig fogom csinálni. És ezt az egy évet végig csináltam, végigültem a gyülekezetbe ezzel a fenyítéssel, és ahogy eltelt az egy év, közben engem megkeresett egy elég jó nevű alapítvány, nemzetközi alapítvány, hogy legyek az alapítványnak a vezetője. Felkértek igazgatónak, és ment ez egy elég hosszú ilyen kiválasztási procedúra volt, és hogy ment ez a procedúra, így hónapról hónapra, így telt az idő, és eljött az a dátum, amikor az egy év letelt, amikor én fölettem függesztve, és ahogy letelt ez az egy év, pontosan azon a napon mondták ki azt az alapítványnál, hogy engem választottak igazgatónak. És igazából ez egy véletlen egybeesés volt, ugyanazon a napon visszahelyeztek a presbiteri pozícióba, és ugyanazon a napon én egy alapítványnak a vezetője lettem, ami egy végtelen megtiszteltetés volt a számomra. Nem is értettem, hogy én mit keresek ott. De megértettem azt az igét, amikor azt mondja az ige, hogy aki magát megalázza, azt az Isten felmagasztalja. És figyeljetek, hogyha ezt nem tanulunk meg az életben, hogy az Istennek a fenyítésével, a nehézségekkel, vagy bármilyen fenyítéshez hogy viszonyulunk, ha nem vagyunk fenyíthetőek, azt mondja az ige, hogy akit nem fenyít az ő apja, azt mondja, hogy ti fattyak vagytok. Tehát nagyon kemény ez a dolog. Ez nagyon kemény ez az ige. De egyszerűen fontos, hogy megértsd, hogy akár a munkahelyeden, akár fiatalok az iskolába, hogyha fenyítve vagy otthon, egyszerűen meg kell, hogy tanuljuk, hogy a fenyítésnek nem jó, hogyha ellenállunk, hanem ezt meg kell, hogy tanuljuk. Mert az Isten akarata az ezzel, hogy még több gyümölcsöt teremjünk, hogy még magasabb szintre jussunk. És az a helyzet, hogy ez az életünknek egy fontos része, hogy az Isten ebben az irányba vezet minket. Azt mondja az ige, hogy szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Egyszerűen úgy szeret Isten, mint a gyermeket. És a gyermek nevelésnek az a helyzet, hogy a fenyítés a része. És ez az ő szeretetéből fakad. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig nem fenyítés nélkül maradtok, amennyiben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Nagyon fontos az, hogy az Isten megenged néha nehézségeket az életünkbe, néha beleenged nehéz helyzetbe, néha kerülünk olyan helyzetbe, amire azt mondjuk, hogy ezt nem szeretjük. Vannak az életünkben ilyen időszakok. De az Isten arra akarja felhasználni, hogy ezen keresztül meg akar tisztítani. Azt mondja egy másik helyen az ige, hogy a kékek és a zöldek azok, amik eltávolítják a gonoszt az emberből.
Hát nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már ezt az életetekbe, hogy találkoztatok-e már ilyen nehézséggel, de hogyha nehézségbe vagy, akkor tudd azt, hogy az Isten foglalkozik veled. És keresd azt, hogy Uram, mi az, amit akarsz ezzel a dologgal tanítani nekem? Mi az, amit ebből nekem meg kell, hogy tanuljak? És hogyha megérted és megtanulod, akkor mindenképpen jól jársz. Amit látok, hogy egy kicsit így visszatérve a szőlőre, hogy sokszor van, hogy a szőlőt megtámadják különböző fertőzések, és ez egy elég nagy probléma, aki bármilyen mezőgazdaságban dolgozik, vagy szőlővel foglalkozik, hogy nagyon sokféle gomba vagy fertőzés van, ami megtámadja ezeket a növényeket, és ezek ellen állandóan ugye védekezni kell. Az egyik ilyen, azt mondja az ige, hogy vigyázz van arra, hogy az Isten kegyelméből senki ne szakadjon ki, nehogy a keserűségnek bájmra egy gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokakat megfertőztessenek. Tehát vannak olyan betegségek, amik ilyen fertőző betegségek, ilyen a keserűség is. Hogyha megkeseredsz akkor, amikor egy nehézségbe vagy, amikor az életed egy nehézségbe van, és ebben megkeseredsz, mert meg tudunk keseredni. Azt mondja az ige, hogy ez a keserűség, ami az életedbe jön, ez egyfajta betegség, ez egyfajta fertőzés, ami aztán nem csak téged lenyomni és ebbe a betegség állapotába vinni, hanem ez el tud terjedni. És másokat is meg tud fertőzni, mert a keserű ember keserű dolgokat beszél, keserű dolgokról beszél. Egy keserű emberből erre találkozol, és sajnos, hogy sokszor látom ezt, hogy emberek, amikor megkeserednek, nem az Úrhoz mennek. Hogy Uram, gyógyíts meg, vedd ki ezt belőlem. A keserűséget elkezdik mondani. És nagyon sok ilyen probléma van, amikor megtámad minket, ugye beszél a már ma is erről szó volt, hogy ugye meg tudja támadni az életünket a kártevő, a szöcskő, a cserebogár, és mindig készen vannak ezek a kis kártevők, hogy az életünken valami kárt tegyenek. És vannak olyan, ezek a kártevők, amik így az életünket megtámadják. Tehát az egyik az ilyen a keserűség. Van, ami a szemet támadja. Hogy elkezdünk rosszul látni. És a dolgokat szellemi értelemben teljesen rosszul látunk. És van, ami a hallásodat támadja meg. Hogy már nem hallod úgy az Istent. Nem hallod az Istennek a beszédét. És fontos, hogy a szellemi érzékszerveidet semmi ne tudja megtámadni. Vagy ha bármi megtámadja, vagy ha bejön ez a csüggedés, akkor fontos, hogy az Istennel beszélj, és menj oda, hogy Uram, szükségem van arra, hogy megpermetezz. Szükségem van arra, hogy meggyógyíts engem, hogy kihozz ebből a helyzetből. És az Istennel oszd meg, az Istenhez menj oda, és az Isten meggyógyít, és az Isten helyreállít. De az Istennek az a szándéka, és az az akarata, hogy te egy igazi királyi gyermek legyél, és ennek a tudatába éld az életedet, hogy én az Isten gyermeke vagyok, én egy nemes vagyok, és tudom azt, hogy mi illik hozzám, és mi az, ami nem. És amikor az Isten kezébe vesz, mondja az ige, Jeremiást elviszi az agyagoshoz, és amikor bemegy az agyagoshoz, éppen ott dolgozik az agyagos, ott van a korongon az edény, amit formál, és azt mondja, hogy éppen úgy járt, hogy az az edény, amit éppen készített, az nem sikerült olyan jól. Hát nem tudom, hogy voltál már így, hogy én úgy, ahogy vagyok, az életem egy rossz irányba ment. Rossz döntéseket hoztál, és rossz irányba ment. És azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy na itt a vége, kész. Nem tudok az életemmel mit kezdeni, csődbe mentem, saját magam előtt leszerepeltem, olyan dolgokat követtem el, amivel az életemet bevittem egy ilyen zsákutcába. És kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor azt gondoljuk, hogy kész, nem tudok ezzel mit kezdeni. És az a helyzet, azt mondja itt az ige, hogy az agyagos nem esik pánikba. Fogja, összegyúrja az agyagot, és készít egy másik edényt. Az Istennek van B-terve. Hogyha úgy érzed, hogy az életedben valami tönkrement, van az Istennek egy B-terve. És lehet, hogy ez is fájdalmas, de amikor az Isten föltesz téged a korongra, és formál, az azért van, mert az Isten valami szépet, valami jót akar kihozni. De az Istennek mindig ez a terve, hogy te
mint ember, az ő kezébe egy magasabb minőségre kerülj. Egy olyan ember legyél, aki tisztességre méltó, akibe tud gyönyörködni, akibe megy, mint a szőlősgazda, és nézi, hogy már megint micsoda szép gyümölcsöt termet, már megint milyen gyönyörű, finom, édes gyümölcsöt termet, és ez Istennek az akarata, hogy megtisztít, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És én hiszem, hogy az Isten minket ebbe akar tanítani, hogy mindannyian, mint gyülekezet, olyanok legyünk, mint igazi királyi gyermekek, mint igazi nemesek, az Istennek a nemesei. És nem közönségesek vagyunk, hanem értékesek vagyunk, és értékes vagy az Isten számára. És engedd, hogy az Isten foglalkozzon veled, engedd magadhoz. Mert az a helyzet, hogy a szőlővel ellentétben neked van saját akaratod. Te megteheted azt, hogy nem kapcsolódsz a szőlőtőkéhez olyan módon, akár az igébe vagy az imába, te ezt megteheted. És figyeljünk arra, hogy mi azért vagyunk beleplántálva. Az az egyetlen esélyünk, hogy kapcsolódunk az atyához, kapcsolódunk ehhez a szőlőtőkéhez. És abból a nemes életerőből táplálkozunk nap mint nap, ami életet tud hozni a számunkra. Isten áldjon meg benneteket ebben, és így legyetek áldott királyi gyermek, királyi gyermekek, szent nemzet, királyi papság. Isten áldjon meg így benneteket. Gyertek, álljatok föl, imádkozzunk, és... Szeretnék áldást mondani így az életetekre, a gyümölcs termésetekre, a növekedésetekre, és bármilyen helyzetben vagy, lehet, hogy most ott vagy a korongon, lehet, hogy ott vagy az Isten kezébe, mint a kovács kezébe, és lehet, hogy éppen tűzbe tett, és éppen melegít, lehet, hogy éppen a vízbe, de az Isten szeret téged, azért foglalkozik veled. És Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked azért, hogy jöhetünk most hozzád, és... Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te egy szerető, egy jó szőlős gazda vagy, Uram, aki foglalkozol velünk, aki látsz bennünk fantáziát, látod a jövőnket, látod azt, Uram, hogy mi az, ami lehet belőlünk, és látod, Uram, azt a pozitív jövőképet, Uram, ami életünkkel kapcsolatban ott van a te szívedben, Uram, és kérlek, hogy mi is lássuk ezt, tudjunk azonosulni, Uram, ezzel a képpel. És akarunk, Uram, akarunk együttműködni veled, Uram, ebben a folyamatban, Uram, ebben a nemesítési folyamatban. És akarunk, Uram, valóban olyan nemes szőlővesszők lenni, akik sok gyümölcsöt termünk. És Uram, hogyha ehhez arra van szükség, hogy megtisztíts minket, Uram, akkor tisztíts meg minket. És hogyha arra van szükségünk, hogy megfenyíts minket, akkor fenyíts meg, Uram. Félve mondjuk ezt ki, de Uram, mi értjük azt, hogy ez a mi javunkat szolgálja, és akarunk, Uram, ebben előre menni. És köszönöm, Uram, hogy sokan átmentünk már ezen, és az életünkben, és sok láthatjuk a gyülekezet életében, Uram, ezt a sok-sok gyümölcsöt. Uram, így legyen továbbra is egy ilyen gyümölcstermő ez a gyülekezet az Úr Jézus nevében. Amen. 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 Az elején nem köszöntöttem azokat, akik online vannak velünk, de most így utólag is köszöntelek benneteket, akik itt vagytok, vagy itt voltatok velünk, és most pedig búcsúzunk, Isten áldjon meg benneteket. Remélem, hogy ez az üzenet áldás volt számodra. További bátorításokért iratkozz fel az Omega Budapest YouTube csatornájára. Kövess minket élőben minden vasárnap 15:30 a YouTube-on, vagy 16:00 az Omega Budapest Facebook oldalán. De bátorítunk, hogy ne csak nézd, hanem gyere el személyesen is Isten tiszteleteinkre, vasárnap 10:00 vagy 18:00. Szeretettel látunk a többi Omega gyülekezetünkben is, az országon belül és határon túl. Légy áldott mindenben!